Tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás. Az allergiásoknak biztosan ismerősen csengenek ezek a tünetek, főleg ebben a tavaszias időszakban. Mit kell tudnunk az allergiás reakciókról? Mi a teendő ezekben a helyzetekben? A mai pulzusban dr. Bódi Beáta, allergológus válaszol ezekre a kérdésekre. Tartsanak velünk! Háromféle szezonális allergia típusról beszélhetünk, és pedig a tavaszi, a nyári és az őszi allergiák ismeretesek. A tavasszal virágzó fa pollen szezon indítja be az arra allergiásoknál a tüneteket. Ez a periódus körülbelül február közepétől május elejéig tart, a fő szezon az március és április. Mifelénk legfőképpen a mogyorófa, ami már pollenizál és gondot okoz az arra szenszibilizált betegeknek, majd ezt követi a nyírfa pollen, tehát itt a mi zónánkban legjellemzőbb ez a két fa típus pollenizációja. A betegek nagy részénél nátha-szerű tünetekkel, ami azt jelenti, hogy orrdugulás, orrfolyás, gyakori tüsszentés, illetve arc zónájában és a szemre lokalizálódó viszketés a fő tünet, de vannak olyan betegek is, akiknek bőrkiütésekkel jelentkeznek a tünetek. Allergiás reakció esetén ajánlatos szakorvoshoz fordulni, hiszen a megfelelő kezelés érdekében elengedhetetlen az allergén pontos beazonosítása. A pollen allergiák diagnosztizálása vérből történő ellenanyag kimutatásával, illetve bőrteszttel történhet, amely egy fájdalommentes kivizsgálási módszer. Ide voltak feltéve az allergén kivonatok, amelyeket egy felületes érintéssel bejuttattunk a bőr legfelső rétegében, és itt nagyon szépen látszik a pozitív reakció többféle pollenre is. Az első fontos lépés az lenne, hogy elkerüljük az expozíciót, az allergénnel történő találkozást. Egyrészt kinti aktivitásuk során léteznek speciális pollenszűrős maszkok, amelyek nagyon hasznosak, hatékonyak, és így nagyban segítik a betegek mindennapjait, úgyhogy érdemes ezeket használni. Másrészt pedig nyilván figyelhetik a betegek a pollen koncentráció jelentéseket, és azokon a napokon elkerülhetik a kinti aktivitásokat a lehetőségekhez mérten. Ha a lakásban maradunk, ott is tehetünk a védekezés érdekében. Egyrészt városokban reggel 6 és 8 között, vidéken este 7 és éjfél között ajánlatos szellőztetni. Másrészt pár éve pollenszűrő hálók érhetők el, amelyek a levegőben lévő szemcsék közel 85%-át megszűrik. Ugyanakkor segíthet házon kívül tartani a polleneket, ha az egész nap viselt ruhát elkülönítjük. Kinti sétánt aktivitást követően ajánlatos egy tengervizes oldatos átmosása az orrjáratoknak, érdemes az arcot letisztítani, nagy haj esetén hajat mosni, ezek mind-mind tudják csökkenteni az esetleges allergiás reakciókat. Második lépésként jöhet szóba a terápiás kezelés, amely a tünetek kezelését jelenti. A harmadik lépés pedig az immunoterápiás gyógyszerek használata, amely ha 3-5 évig tart, akkor a beteg szervezete megtanulja elfogadni az allergént, és már nem jelentkeznek tünetek az allergénnel való találkozáskor. Illetve az immunoterápiás gyógyszerek másik fontos hatása, hogy megakadályozza a betegség előrehaladását, ami általában az aszma megjelenésével nyilvánul meg. Tehát gyakorlatilag bármilyen virágzó fa pollenje kiválthat allergiás szenzibilizációt, tehát allergiás reakciót. A leggyakrabban előforduló fák a nyír, a mogyoró, az akác, az eperfa, a dió, illetve a platán, éger, nyír, nyár, tölgy, bükk. Gyakorlatilag ezek azok a fák, amelyeknek a pollenjei leggyakrabban allergizálnak.
Az utóbbi években egyre több az allergiás beteg, és köztük nő a gyerekek száma. A szakorvos meglátása szerint a felnővő generáció tagjai sok esetben súlyos légúti megbetegedésekkel kell szembenézzenek majd. Fontos megemlíteni azt is, hogy pollenek eddig is léteztek, de mégis valahogy az utóbbi időben jobban szenzibilizálódnak a betegek. Ez annak tulajdonítható be, hogy a környezeti szennyeződés miatt a pollenek allergenicitása fokozódik, ezért sokkal agresszívebben támadják a betegek nyálkahártyáit, és egyre súlyosabb reakciók jelentkeznek. Járványtani szempontból ijesztő adat. A populáció 25%-a allergiás. Egyre gyakoribbá váltak az ételallergiák is, és kutatások szerint egyre gyakoribb, hogy a pollenallergiás egyének utódai gyerekkorukban valamilyen élelmiszer összetevőre érzékenyek. Az egyik lehetséges magyarázat erre a túlsteril életmódunk. A szakorvos azt ajánlja, biztosítsunk minél természetesebb környezetet gyerekeinknek, mert ez védőszerepet nyújt az allergiák ellen is. Törekedjünk a minél természetesebb élelmiszerek étrendbe építésére, kerüljük a fölösleges antibiotikum szedést, és hagyjuk gyerekeinket találkozni a természettel.